Oh, dat was een aaier. Egy 40 fokos nap után most szépen elindulunk. Almádiból csinálunk egy kis gurulást. Úgy gondoltam, hogy elmotorozunk Tihanyig. Anyával a hátam mögött. Beöltöztünk. Hát lehet, hogy van, aki észreveszi, de mintha ez már nem az a műszerfal lenne, mint ami az előző videóimban. Ennek az oka egyszerűen az, hogy hosszas dilemma után eljutottam odáig, hogy mégiscsak kellene egy az én méreteimnek megfelelő motor, és ez egy 650 köbcentis V-strom, mert rajta extrák, markolatfűtés, fokozatkijelzés, szép hangja van. Látszólag megkímélt. Reméljük, hogy tényleg az volt. Ez már itt alsó, és hülye kemping, ahogy én hívom. Lakókocsik tetejét beépítették. Szépen látszik. Innen soha senki nem megy sehová, ezek itt rohadtak el. Bringával, Almádiból én még messzebbre nem jutottam. Mindig leragadtam valamelyik csörözőnél. Hát itt biztos jobb dinnye van, mint a Pennybe. Ma vettünk egy dinnyét. Hideg, görög gyümölcslevesre. És azt kell mondjam, hogy iszonyat rossz volt a görög dinnye a Pennybe. A gyümölcslevesbe még úgy, ahogy van, elment. De egyébként rettenetes volt. Rendoznak a szarvasok, erre figyelünk. Csopak, sokak szerint az egyik legszebb település, én nem nagyon kedvelem. De lehet, hogy csak azért, mert nem ismerem annyira. Vége! Most jön az egyik általam a legkevésbé kedvelt szakasz. Autóval se szeretem ezt az emelkedőt. Főleg mióta egyszer egy ismerős próbára sietett hazafele, visszafele, és ezt az alsó kanyart 190-nel vette. Még csak imádkozni se tudtam, hiszen a kezeimmel kapaszkodtam, mint az őrült. Ez már itt üred. Mente. Annyira meleg volt ma, hogy hiába terveztem volna ezt egy kicsit korábban, ezt a motorozást, egyszerűen úgy érzem, meghaltunk volna. Megvettem, a plexi magasabban volt. Két dolog miatt leraktam a legalacsonyabb pontjára, és még lehet így is magas, ez majd kiderül a videóban. Az egyik, hogy rettenetesen rázta a fejemet. 100 fölött, valahogy pont nem tolt el a szelet a fejem fölött, még följebb kellett volna rakni. A másik a kamera, hogy bele lóg esetleg a képébe, és egyáltalán nem volt kedvem. Azt nézni csak, hogy állandóan a plexin keresztül, hát ez de szarul van beállítva ez a lámpa. Uramatyám! Azért ezt itt nem kéne eljátszani. Na itt a föltúrás, majd visszafele még ha lesz akku. Kamerával akkor felveszünk megint. Szörnyű, mit műveltek itt. Fiam, jó, de a vizes VB miatt. Értem, én csak
egy Balaton partra mély garázst építeni, hát nem tudom. Egyrészt ugye mindig gond van, hiszen ami közel van a vízhez, az együtt él a vízzel. Nagy a víz, talajvíz, magas. Tehát le kell szigetelni azt is, külön pénzek. Másrészt pedig most oké, ezt valahogy kihasználjuk. De mi lesz később, hogy fog gondolni a parkoló. Megemelik még inkább, de ilyen, valahol csak be kell, hogy hozza az árát. Arra viszont egy hajógyár, Balatonfüred. Évekkel ezelőtt voltam bent, és nagyon csuda dologokat lehetett látni. Pontosabban valahol itt voltunk benne, de hátsó részegnél, részlegnél, részeg. Van majd elsólás, jaj! Az utolsó ingyenes parkolási lehetőség, de itt még jó messze vagyunk a város központ. Nem ingyenes, jó van. Nem csalódtam a magyarokban. Ha miért lenne ingyenes? Hülyék vagyunk. Akkor lehet is pénzt kérni valamiért, akkor ingyenesen. Normálisak vagy? Normálisak? Kellőképpen szar, gidres-gödrös. Na nézzük, mi van itt. Várakozni tilos. Busz megálló. Itt van egy motoros. Lehet, hogy ide meg tudnánk állni. Lehet, ott vannak fönt a ezek haverek. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Kihajtságon itt van, egy fasz a hekkes, általában napközben, de most este, nem tudom mi van itt, kihajt ihany. Na hát ez van itt, teljes szörnyűség, fölbontás.